Az őszi időjáráskor való közlekedés nagyobb odafigyelést igényel. A költ különösen lakott területen kívüli útszakaszokon lehet veszélyes, ahol a pára réteg olykor átláthatatlan, és a sofőr nem tudhatja, hogy milyen akadályok jelenhetnek meg előtte, valamint a közvilágítás sem segíti a haladást. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt mondja, az autósoknak oda kell figyelniük arra, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, sokkal óvatosabban, mint a nyári időszakban, illetve fontos a követési távolság betartása, valamint indokolt esetben a ködfényszóró használata. A KRESZ alapvetően nem tiltja a ködlámpa használatát, abban az esetben engedélyezi, amikor rossz látási viszonyok között közlekedik valaki. Ez azt jelenti, hogy ha rossz látási viszonyok között közlekedünk, akár lakott területen belül, akár lakott területen kívül, alapvetően nem tilos ennek a használata. Azonban nagyon fontos, hogy a másik velünk szemben közlekedő személyt, vagy a mögöttünk közlekedő autóst ne vakítsuk el. A párás ködös időben a ködlámpa használata mellett érdemes kisebb sebességet választani, és nagyobb követési távolságot tartani. Minden esetben legyünk egymással toleránsak, figyeljünk egymásra, mind a gyalogosokra, mind a járművel közlekedőkre, hiszen mindenkit hazavárnak, és fontos az, hogy mindenki hazaérjen. Ha pedig kiszállunk a kocsiból, lakott területen kívüli útszakaszon mindig vegyünk fel fényvisszaverő mellényt, ami az észlelhetőségünket és ezáltal biztonságunkat sokszorosára növeli.